A Szombathelyi Egyházmegye és a Városi Önkormányzat komplex tervben fogalmazta meg azokat a feladatokat, amelyek Szent Márton születésének 1700. évfordulójára való felkészülést szolgálják. Veres András megyés püspököt arról kérdeztük, hol tart az egyházmegye az emlékévre való felkészülésben. Két részre bontanám, mert természetesen nem csak egy fizikai, egy építkezéssel kapcsolatos része van, hanem egy lelki része is, amelyet az elmúlt esztendő Szent Márton napján indítottunk el, előkészületi évnek neveztük el, és főként azt a célt tűztük ki magunk elé, hogy olyan lelki programokat szervezünk az egyes egyházközségekben, plébániákon, intézményeken, amelyek elsősorban minket, itt élőket akar segíteni abban, hogy Szent Márton életét, Szent Márton lelkiségét jobban megismerjük, és emellett párhuzamosan szeretnénk, hogyha néhány olyan épületünk is megújulhatna, amely egyrészt helyszíne lesz azoknak az eseményeknek, amelyek a Szent Márton jubileumi esztendőben már előkészület alatt vannak, másrészt pedig, hogy méltó emléket állíthat a jubileumi esztendőnek. Így örömmel jelentem, hogy a Székesegyház Madonna kápolnája az utolsó fázisba érkezett, a restaurátorok a falfreskókat tisztítják, az új berendezések készülnek, tehát ez őszre szépen el fog készülni. Ugyanúgy a Székesegyháznak a bejárati kapuja, amely talán a tévénézők előtt is ismeretes, hogy egy jubileumi bronzkaput fog kapni, a középső kapu. Szeretnénk, hogyha ezzel egy maradandó emléket állíthatnánk a jubileum esztendőnek, ezért is volt az összefogás keresése egyrészt a egyházközségek felé, másrészt pedig mindenki felé, aki szívesen járul hozzá, hogy ez a bronzkapu a maga művészi értékében megvalósulhasson. Így kapujegyet vásároltak, amely egy díszes kapujegy, amelyet ők maguk is megőrizhetnek, gyermekeiknek, unokáiknak emlékül hagyhatnak, és ezzel az összefogással Veres Gábor művész úr egy gyönyörű kaput fog számunkra elkészíteni, ennek szeptember közepére el kell készülnie, fel fog állni. Ugyanakkor a Székesegyház két tornya is bevülről megújul, hiszen a szombathelyiek látják, hogy kívülről megújult karácsonyra a Székesegyház, de belül a két torony úgy maradt, mert akkor mi nem tudtuk, hogy kapunk-e hozzá anyagi támogatást vagy sem, de most a két torony van soron, miután most már biztossá vált, hogy kapunk hozzá segítséget, és így a Székesegyház két tornya turisztikailag látogathatóvá válik. Ez az turisztikai attrakció az egész ügyben, és egy gyönyörű lehetőség adódik majd az ide érkezők számára, hogy fölmehetnek az egyik toronyban, átmehetnek a timpanon mögött a másik toronyba, a padlástetőn. Magában a padlás is gyönyörű, de a két toronyból kitekintés lesz, fényképezni lehet a városra, hiszen sokan talán még a helybeliek közül sem tudják, hogy a Székesegyház a város legmagasabb pontján áll, csak ezt nem mindenki gondolja itt bent a városban, és ha Jág felől jövünk, akkor ezt mindenki szemrelételezheti, láthatja, hogy valóban a mai belvárosnak a legmagasabb pontján áll, tehát onnan gyönyörű kitekintés lesz a városra, lehet fényképezni, illetve megújul a Székesegyház előtti tér is. Egy egységes tervet fogadtunk el a várossal, hiszen reményeink szerint a Székesegyház előtti tér után a Szilis szobor környéke és a Berzsenyi tér is meg fog újulni. Ugyanakkor már a közbeszerzésben vagyunk annak a nagy projektnek, amelyel a püspökség homlokzatát tudjuk felújítani, illetve végre újjáépülhet a II. Világháború végén lebombázott rész, az a 11 méternyi szakasz az épületből, amely akkor romhalmazzá vált,
Most az lesz a Szent Márton fogadóhely, ahová a turisták érkezhetnek, és innen kapnak eligazítást, elirányítást a egyházmegyei könyvtárba, a székesegyházba, illetve a püspökség első emelete a régi klasszikus stílusban épült, díszített rész is látogatható válik így a széles közönség számára, hiszen akkor már térfelől lesz megközelíthető ezen az új részen keresztül a múzeum, és így lehetőséget tudunk biztosítani bárkinek, aki ezt szeretné megtekinteni. Jelenleg ez nehézségbe ütközik, hiszen itt a irodákban mi dolgozunk, tehát itt rajtunk keresztül nem járkálhatnak folyamatosan a turisták, úgy csak exkluzív csoportoknak szoktuk ezt megengedni. Éppen most van a nyugdíjasok számára a város kezdeményezésére egy ilyen akció, hogy csoportokban jönnek most 3 héten keresztül az épületet meglátogatni. Ugyanakkor örömmel számolok be arról is, hogy a Szent Márton templom is kívülről, bevülről megújul. Ez a jubileum esztendő kapcsán is nagyon fontos, hiszen Szent Márton szülőhelyének a meglátogatása minden ide érkező zarándoknak egyik fő célkitűzése lesz, tehát kell, hogy olyan méltó körülmény fogadja őket, amely minket sem hagy szégyenben, hogy csak így ápoljuk Szent Márton örökségét. Én bízom benne, hogy az a sok munka, akár építészeti, akár restaurátori munka, hiszen megújulnak a szép belső barokk oltárok is, mind-mind vonzóvá és nagyon attraktívá fogja tenni ezt a helyet, hogy mindenki, aki érdeklődik, meglátogathassa, és örömét is találja ennek a helynek a meglátogatásában. Az épületek megújulása mellett az egyházmegye és a város is gazdag programmal készül az emlékévre. Egyik nagyon fontos eseménye lesz, még most a előkészítő évnek, hogy szeptemberben egy zarándoklattal látogatunk el Túrba, de utána a Szent Márton ünnepséggel kezdetét veszi az a programsorozat, amelyet részben magunk, részben a várossal együtt kívánunk megrendezni. Néhányat sorolnék föl, hiszen azt gondolom, hogy tényleg hosszú lenne a sor, nem is biztos, hogy most mind hirtelen eszembe jutna. Tehát külön gondot fordítunk arra, hogy különböző zarándok csoportok, akik ide érkeznek, egy vezetést kapjanak, hogy Szent Mártonnal kapcsolatos helyeket könnyedén meglátogathassák, és ott megfelelő kulturális, lelki programot is kapjanak. Azon kívül szándékunkban áll a szokásos egyházmegyei rendezvényeken túl, ilyen például minisztráns találkozó, jubiláns házaspárok találkozója, papi találkozó, és más ilyen rendezvények, hittanosok találkozói, szeretnénk külön egy nagy programot a ifjúság számára tartani, amely már előkészület alatt van, illetve a várossal közösen szeretnénk egy nagy sportversenyt is rendezni, amelybe az egyetemnek a sporttanszékét is bevonnánk, hiszen ők ezt a szakmát tanulják, tehát ők tudják leginkább, hogy hogyan lehet nagy tömegeket mozgásra késztetni, és abban szeretnénk mindenkinek, egészségeseknek, mozgássérülteknek, vagy különböző nehézségekkel küzdők számára is lehetőséget adni, hogy részt vegyenek ebben. Ugyanakkor lelki programként előkészület alatt van, bízom benne, sikerülni is fog. Szeretnénk a városban néhány olyan pék szaküzlettel egy megállapodásra jutni, és ehhez természetesen az INTS-nek a engedélye is szükséges, hogy szegény emberek, akik itt a városban élnek, illetve ez két várost ölel magában, Szombathelyt és Zalaegerszeget, minden nap legalább egy zsömléhez vagy egy kifléhez hozzájussanak. Ennek a módját készítjük most elő. Természetesen ehhez szükséges lesz a NAV-nak a véleménye is, de miután nehéz megoldani azt, hogy a pluszban, a vásárlók által pluszban vásárolt zsömlét vagy kiflit ott helyben raktározzák, ezért jegyet,
lehet majd vásárolni, és akkor ezt a nap végén be lehet váltani kenyérre, zsömlére, kiflire, amelyet a Caritas munkacsoportok akkor a szegényekhez el tudják juttatni, ki tudják osztani, mert a bolt erre nem alkalmas, ahogy hallottuk az INTS képviselőitől, és nehéz is lenne a bolti alkalmazottakat egy olyan döntés elé állítani, hogy ki az, aki rászorul, kinek kell adni, kinek nem. Ezt a Caritas önkénteseink szívesen, örömmel fölvállalják, és ebben az ő segítségükkel ezt az akciót meg fogjuk tudni valósítani. Polgármester úrral többszörösen folytattunk tárgyalást arra vonatkozóan, hogy azok a hajléktalanok, akik itt a városban élnek, hogyan kaphatnának napközben is egy ellátást, foglalkoztatást. Miután ővele is ezt kitárgyaltuk, illetve tárgyalásokat folytattunk a hajléktalan szálló vezetőjével is, úgy tűnik, hogy ez a része az ő ellátásunknak megvan oldva, viszont még attól függetlenül nem tettünk le arról a vágyunkról, hogy feléjük is valami külön akciót tervezzünk. Ennek a kigondolása még most folyamatban van, hiszen ha Szent Márton lelkiségét akarjuk a konkrét tettekben megvalósítani, akkor mindenféleképpen a szegény emberek felé szeretnénk fordulni, akik felé Szent Márton rendkívül nagy érzékenységgel bírt. De természetesen, miként már 9 eddig megvalósított évben, most is meg fogjuk 10-szerre is hirdetni a Váltsuk meg Szent Márton köpenyét akciót. Ezt a szombathelyiek már nagyon jól ismerik, hiszen mindig Szent Márton napján indítjuk útjára ezt az akciót. A templomokban gyűjtünk olyan tartós élelmiszereket, amelyeket a Caritas önkéntesei juttatnak el a szegényekhez. És egy kicsit itt hangsúlyozni szeretném, hogy nem a szokásos élelmiszerosztásról van szó, hiszen látjuk, hogy a város több pontján is a Caritas szervez ilyen akciókat, nem csak az advent folyamán, hanem máskor is, hanem ez kimondottan egy olyan akció, amikor előzőleg a Caritas munkatársai fölmérik a saját lakókörnyezetükben, saját utcájukban, háztömbjükben, hogy kik azok, akik rászorulók, szegények, de ilyen élelmiszer vagy ruhaosztásra soha nem szoktak elmenni, sorba állni. Én őket úgy szoktam nevezni, hogy a szemérmes szegények, az igazi szegények, tehát ez az akció kimondottan őket akarja elérni, és ahogy az elmúlt 9 esztendőben ez működött egyre nagyobb sikerrel, most a 10. jubileum esztendőben bízom benne, hogy még inkább hatékony lesz, és nem lesz a környezetünkben olyan szegény, aki legalább valamennyi segítséget ne kapna így a karácsony előtt, advent folyamán. A Szent Márton terv programjainak szervezésére külön bizottságot működtet az egyházmegye és az önkormányzat. Természetesen azért is gondoltam kezdetén, hogy legyen két szervező bizottság, mert hát vannak olyan szakrális rendezvények, amelyek nyilván nem a önkormányzatnak, a városnak a feladata, hogy megszervezze, és nem is várunk el ilyet természetesen. Azokat mi magunk a saját szervező bizottságunkkal meg tudjuk szervezni, de vannak olyan találkozók, mint már most az első kezdeményezés meg is volt, hogy a mai Magyarország területéről a Szent Márton nevét viselő településeknek a képviselői itt voltak. Most a jubileum esztendőben az a szándékunk, hogy az egész Kárpát-medencére, tehát a történelmi Magyarországra kiterjedően ezeket a településeket megszólítsuk, meghívjuk egy Szent Márton zarándoklatra, de vagy ilyen a várossal közösen rendezendő ünnepi játékok, amelyek egyrészt a sporteseményt, amit említettem, foglalja magában, másrészt pedig a ifjúsággal kapcsolatos rendezvény az egy közös szervezésben megtartandó koncerttel fog befejeződni, ez is folyamatban van. Szeretnénk egy neves előadót megszólítani erre, már meg is történt, de még a végső pontosítások nem történtek meg, azért nem szeretném a nevét még csak mondani, de azt gondolom, hogy az is az egész város fiatalsága számára egy maradandó élményt adhat majd. A szombathelyi egyházmegyére kiemelt kötelezettségeket ró a Szent Márton emlékév.
Szentmárton egyházmegyéjében, Szentmárton szülővárosában az itt élőknek kötelessége az ő emlékét méltó módon őrizni, már csak azért is, mert őt szerte a világban jól ismerik, a korai kereszténység idején az egyik legismertebb szent volt, hanem a legismertebb. Gondoljunk csak arra, hogy ő volt az első olyan szent, aki nem vértanú halállal halt meg, és mégis szerte a világban rövid idő alatt megismerték. Tehát azt gondolom, hogyha az ő személyisége mások számára sokat jelent, akkor nekünk itt élőknek, akár hívők vagyunk, akár nem, még többet kell, hogy jelentsen, hiszen az emberi együttélésnek olyan normáit mutatja ő számunkra, amelyek hitbeli elkötelezettség nélkül is kell, hogy kötelezzenek bennünket. A közismerten használt szó a szolidaritás, a kölcsönös segítségnyújtás, hogyha világi nyelven akarjuk a problémát fölvetni, ez mindnyájunk számára kötelesség, ezért is gondolom, hogy Szent Márton ebben mindenki számára példakép lehet, de természetesen nekünk hívő embereknek ennél többet is akar ő adni, hiszen az erényekben való növekedés, és itt nem csak a segítségnyújtásra gondolok, hanem a vallásosságban, a hitben való növekedés, vagy éppenséggel annak a fölismerése, hogy az ember saját környezetében mindig Krisztus követségében kell járjon, a béke hírnöke és apostola kell, hogy legyen. Márton ebben is rendkívüli példát mutat, hiszen a halála is egy ilyen körülmény között valósult meg, hogy ment békíteni az egyik közösséget, ahol az egyenetlenkedés ütötte fel fejét. Tehát azt gondolom, hogy nekünk hívőknek ebben a sokféle feszültségtől nagyon idegessé vált világban Szent Márton által mutatott békességszerzés feladatunk, kötelességünk. Úgy, ahogy azt hiszi Szent Ferenc imádkozat, tégy engem Uram békéd eszközévé, ez számunkra, hívő emberek számára alapkötelesség, és a Szent Márton esztendőben még inkább azzá lehet. Burgenlandban a Kismartoni Egyházmegye döntő része a Szombathelyi Egyházmegyéből jött létre, így ők sem maradnak ki az ünneplésből. Ők értelemszerűen, miután a Szombathelyi Egyházmegyéhez tartoztak, Szent Márton Egyházmegyéje voltak, az elszakított rész is megőrizte Szent Mártont, mint mennyei patrónust, és az ő egyházmegyéjükben is különleges tiszteletet gyakorolnak Szent Márton irányába. Éppen az elmúlt hétvégén találkoztam a Eisenstadti püspöknek a helynökével, akivel arról beszéltünk, hogy püspökségi szinten is, bár folyamatos és jó a kapcsolatunk, de le fogunk egyeztetni egy-két olyan programot, ahol kölcsönösen elvárjuk egymás jelenlétét. Ugye itt a nyelvi nehézség egy problémát jelent, hogy nagy tömegek számára nehéz úgy bármit szervezni, hogy az egy idegen nyelven is párhuzamosan hallható legyen, de ettől függetlenül ki fogjuk találni annak a módját, hogy hogyan lehet ezt megvalósítani. Szeretnénk együtt ünnepelni, ha nem is olyan sok programban, mint mondjuk a magyarországiakkal, de ezt lehetségesnek látom, és hogyha pedig a nagy vágyunk teljesülhet, hogy a Szent Atya, ha valóban meglátogat bennünket a jubileumi esztendő folyamán, akkor az a legtermészetesebb, hogy a szomszéd egyházmegyéknek a püspökeit és híveit is meghívjuk erre a találkozóra. Közben szeretném megjegyezni, hogy éppen pünköst hétfőjén, Rönökön, ebben a csodálatosan szép templomban, helyreállított templomban tartottunk az egykori Pannónia püspökei számára egy találkozót, és azt gondolom, hogy ez is megfelelő módon előkészíti a jubileum esztendőnek a programjait. Elsősorban arra akartam őket vezetni, hogy szervezzenek egyházmegyéjükben zarándokcsoportokat, és látogassanak meg bennünket, örömmel, nyitott szívvel fogadjuk őket. Szeretnénk Szent Márton örökségét másokkal is megosztani, hiszen biztos vagyok benne, hogy akár hívő valaki, akár nem, az ő erényeire ma nagy szükségünk van.
A fejlesztések és a programok ráirányítják a figyelmet Szombathelyre, mindezeknek eredményeként a város hosszabb távon is a zarándokturizmus kiemelt úti céljává válhat. Egészen biztosan sok szép rendezvényt lehet a városnak szervezni, miként eddig is történt, de ha egy tartós kitörést akarnak a turizmusban, akkor Szent Márton ebben is segítségére tud lenni a városnak, hiszen említettem már, hogy Szent Márton nem csak hazánkban, nem csak Európában, hanem az egész világban ismert szent, tehát egészen biztosan, hogy az ő személyén keresztül sokakat meg lehet szólítani, meg lehet hívni. Ahogy az elmúlt esztendőkben a svájci gárdát ide tudtam hívni, hogy Szent Márton szülőhelyét is megkeressék. Azt gondolom, hogy ilyen személyes akciókkal még inkább meg lehet erősíteni azt, hogy az emberek számára ez köztudottá váljon, ami sokáig tudott volt, de aztán a kommunizmus évei alatt ezt igyekeztek elfelettetni az emberekkel, hogy Szent Márton személyével kapcsolatban mindenkinek a mai szavárja, Szombathely jusson eszébe, és érezzen indítatást arra, hogy ide látogasson. Ehhez viszont feltétlenül olyan infrastruktúrát kell kialakítani, olyan közösségi tereket kell kiépíteni, azokat attraktívvá tenni, amely ide csalogatja a vendégeket. Ennek egyik szempontja, vagy egyik lehetősége akar lenni az, hogy a főtér ezáltal a Széchenyi út, Berzsenyi tér, Mindszenty tér egységében gyalogosan bejárható területté váljon. Ezzel kitágítjuk a főtérnek az életterét, és biztos vagyok benne, hogy akár párhuzamosan is így több esemény történhet a városban, mert most, ha a főtéren felállítanak egy nagy színpadot, gyakorlatilag meghalt, telítetté vált a tér, így viszont akkor a Széchenyi út, Berzsenyi tér, Mindszenty tér egy alkalmas közeg lehet arra, hogy azok a turisták is, akik nem abban a programban akarnak részt venni, találjanak még közösségi teret maguknak, ahol az időt barátságban, örömben eltölthetik, és ne csak az a szűk főtér legyen számukra egy közösségi hely. A Szent Márton emlékévre meghívást kapott Ferenc pápa is. Mind a magyar kormányfő, mind a magyar kormány, mind pedig a püspöki konferencia meghívta a Szentatyát. Alázattal, de hozzá kell tennem a magam meghívását is, hiszen ilyenkor a helybeli püspöknek a meghívása az alapföltétel. Tehát ezek a meghívások eljutottak a Szentatyához. Államelnök úr, mikor ő a saját meghívását személyesen adta át a Szentatyának, akkor visszakérdezett, tehát a Szentatya azon szándékát fejezte ki, hogy amennyiben rajta fog múlni, szándékozik fölkeresni Magyarországot ebben a jubileumi esztendőben, de hát ez természetesen sok mindentől függ, és hát bízunk benne, hogy ahogy az ígéretet kaptuk, ebben az esztendőben, 15-ben biztos információkat fogunk kapni arról, hogy tudja-e vállalni a Szentatya a látogatást vagy sem.